Egerben egyre durvább az önkormányzati választások előtti kampány. Nemrég kikerült egy hangfelvétel a regnáló polgármesterről Mirkóczki Ádámról, amelyen arról beszélt, hogy miért nem adnak ki semmilyen közérdekű adatot a nyilvánosság számára. Most pedig az egyik helyi lap arról ír, a bíróságon letagadta az adatok létét is. A stúdióban a két farkú kutyapárt helyi jelöltje Domán Dániel. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást. Ez az Eger, ez egy gyönyörű város, fantasztikus hely. És amikor Mirkocki Ádám a fővárosi politikálásból az országos politikából oda ment, akkor itt mi beszélgettük, hogy hát tulajdonképpen egy szép várost választva ezt az ember úgy érti is. Csalódás? Én nem hiszem, hogy túlzok azzal, ha azt mondom, hogy közel 40-valahány ezer embernek csalódás, az biztos, hogy az a közel 9000 ezer szavazó, aki Lényegében a Fidesz ellen szavazott, annak mindenképpen csalódás. Mint nem tett meg Mirkocki Ádám, ami miatt ön például elindul vele szemben, de azt gondolja, hogy meg kellett volna tenni? Az az, azzal az elvrendszerrel, amit ő felállított 19. októberében, gyakorlatilag mindennel szembe ment, és nemhogy, nemhogy kihasználta volna azokat a lehetőségeket ebben az elmúlt öt évben, amik gyakorlatilag adottak voltak. Ne felejtsük el, hogy az ellenzék kétharmaddal győzött tegerben. Ma ott tartunk, hogy négy fideszes polgármester jelölt van. Lehet, hogy mire hazamegyek, lesz egy ötödik vagy egy hatodik, nem tudom. És meg volt a lehetősége, hogy egy nyugodt, a nyugodtságot megtartva, a káoszból kivezetve a várost egy jó polgármestere legyen Egernek. Ezzel nem tudott élni. Lényegében az elmúlt öt évet le lehet úgy írni, hogy az egymásra mutogatáson kívül nem történt semmi más. Hány fideszes polgármester jelölt van? négy. Minek? Ez jó lenne... gondolja, hogy mindegyik fideszes? Ezt jól lenne tőlük is megkérdezni, annyira részleteiben nem akarnám mutatni a nézőket ezzel, lényegében van. Nevezük úgy, hogy akkor a nem fideszes fideszes jelöltek. Ugyanis a, a kormánypárt helyben gyakorlatilag darabjaira szakadt. Megkockáztatom, hogy rosszabb állapotban van, mint az ellenzék, már csak azért is, mert ellenzékről nem nagyon beszélhetünk a városban. E, és, és a a személyzeti politika miatt, és ami az elmúlt öt évet jellemzi, gyakorlatilag a mostani választásokra megérezve a vérszagot, mindenki bejelentkezett. És nem, nem annyira tiszta a kép, de ez valószínű heteken belül le fog tisztulni, hogy igazából ki kivel van. János Zoltán viszont visszaléphető a Momentumnak és a DK-nak lett volna a polgármester jelöltje. Lám csak van ellenzék a városban. Az ő visszalépése mennyire függ össze bármi másfajta politikai folyamata? ugye másra hivatkozott, azért kérdezem ezt így. Ö, igen, én nem nagyon látok bele a, azon maradék ellenzéki szereplőkbe, akik ezt az összefogást próbálták ö, erőltetni, vagy ugyanazt a konstrukciót, amivel már ö, négyszer meg, megbuktak az országgyűlési választásokon. Azt tudom, azt érzékeltem, hogy rengeteg idő ment el azzal, hogy a Szokták mondani, hogy a füstös szobás tárgyalások alatt elpazorolták az időt, és csak egy dologgal nem foglalkoztak Egernek a jövőjével. És hogy ennek mi, mi lett a vége, hogy pontosan Jánosi Zoltán miért vissza, én szerintem június 10-én meg fogjuk tudni. Na akkor nézzük, hogy a kétfarkú kutyapárt vagy ön mit tett eddig Egerért? Mi, hogy tudná ezt összefoglalni? Én az elmúlt években igyekeztem mindenféle ügyet nyilvánosságra hozni, egy, voltak éppen egy átláthatóságot biztosítani, azt éreztem az egriekben, hogy gyakorlatilag a köztájékoztatást nem igazán kapják, meg nem tudják, hogy mi miért történik a legkisebb ügytől a legnagyobb ügyig. És hát gyakorlatilag egyedüliként testesítettem meg így rendszeren kívül azt, amit szerintem egy, egy normális ellenzékinek el kellett volna végezni a feladatot. És én úgy érzem, hogy ez a hosszú távú munka, amit gyakorlatilag a kutyapártra is jellemző, Lássuk, hegyvidéken, hogy szerintem kiváló munkát végzett, vég, végzett ott a párt. Gyakorlatilag itt is ez történt. És hát úgy látszik, hogy ezzel a hangfelvétel dologgal, ami nemrég napvilágot látott, meghozta a gyümölcsét, hogy úgy mondjam, hogy végre megtudhatták az emberek, hogy gyakorlatilag miért elem, hogy vezeti a hívat. Ugye ez a dolog, ez arról szól, hogy ezen a hangfelvételen az szerepel, hogy bár vannak adatok, de azokat ő nem adja oda, majd a bíróságon azt mondta, hogy nincsenek is adatok. Uh, igen, az a múltkori interjúja, ahol 13 perc tömény hazugság hangzik el, uh, annyiban ne tudnám mérni, hogyha valamelyik része is igaz, akkor holnap délelőtt nem mennék bíróságra másodfokú tárgyalásra a fellebbezésük ellen. Ez a hangfelvétel az ön munkájának eredménye, hogy napvilágra került? Nem, de bárki is csinálta, egyrészt nagyon szívesen elbeszélgetnék vele, mert szerintem rendkívüli nagy közszolgálatot tett. Egyrészt, rész, más másrészt. de nincs itt semmi látnivaló, gyakorlatilag a hangfelvétel tartalma nem feltételes módban van, az elmúlt hónapokkal tökéletesen szinkronban van azokkal az ügyekkel, amiken nekem keresztül kellett menni, vagy amit én átéltem Mert a Mert hogy ön sem kapott adatokat? Így van, így van. A mai napig bizonyos, nem csak egy projektben, ami a hangfelvételben elhangzik, nem csak egy projektben, több olyan ügyben nem biztosítják a nyilvánosságot, gyakorlatilag a nyilvánosságnak az ellenségei a polgármesteri hivatal egyes szereplői, és még büszkék is rá. Mekkora csapata van? Nagy. nagy csapat. Igyekszünk itt az elmúlt években olyan, olyan ellenzéki vagy ellenzéki érzelmű szereplőkkel dolgozni, akik egy szakmai színvonalat képviselnek bár sajnos az, hogy ez a mai Magyarországon a kontraszelektált politikai paletta eléggé írtózatos ahhoz, hogy normális és hiteles emberek a porondra kerüljenek, viszont engem nagyon szívesen támogatnak és segítenek. Ami a kutyapártot illeti, hogy az országos stratégiájuk az ismert az önkormányzati választásokon. Itt egy picit komolyabb a tét. Mert hogy itt, ahogy említettem, az előbb lényegében ellenzék sem látszik, bár van jelöltjük, én ezt értem, meg látom, de hogy mit gondolnak a jövőről, mit gondolnak az elmúlt öt évről, egyáltalán szembenéznek azokkal a problémákkal és ki nem használt lehetőségekkel, amik itt adottak voltak, ezek a mai napig nem hangoztak el. Mirkowski Ádám aki ellenzéki politikusként került a város élére, ellenzéki politikusnak tekinti? Mi? Nem. Ezt ő maga mondta. 2021-ben, hogy ő nem az ellenzék része. Igen, ez valóban így van. De hát az, hogy ő mit gondol, és mit gondol mondjuk ön a kihívója, az két különböző dolog is lehet akár. Én megmondom, én azért nem gondolom ellenzékinek, bár, bár én úgy gondolom, hogy a politikai törésvonalak nem bal jobb irányból kellene vizsgálni, hanem úgy, hogy ki hogy viszonyul a közpénznek a felhasználásáról. Ami 2022. április 3-a után történt, az nagyon egyszerűen leírható úgy, hogy Mirkucki Ádám utat nyitott annak az Uran Bátyám rendszernek, ami ellenő felesküdött 19. októberében. Ha megnézzük ezeket a projekteket, és megnézzük a, a vállalkozókat, tökéletesen látható, hogy ki melyik szereplő, gyakorlatilag milyen, milyen pénzekből, milyen projektekből gazdagodik, és nem hazudok, ha azt mondom, hogy háromnál nincs több. Öntől mit váratlanak az egriek, hogyha megnyerni a választást? Én szerintem az egriek a, a, mai felhozatalban és a mai közéleti színvonalban pontosan láthatják, hogyha megvizsgálják az elmúlt évek tevékenységét, amit én elvégeztem, hogy ezt az átláthatóságot, a nyilvánosságot garantálni tudom, és egy, egy gátat tudok állni annak a, annak a rendszernek, amit uh, Birkóczki Ádám egy meghonosított, kettő folytatott 19. októberre óta. Uh, illetve én nagyon szeretem azt mondani, hogyha egy normális kedd után meg tudnánk rendezni, és a közös ügyeinkről normálisan tudunk beszélgetni, akkor ez a város továbbra is egy, egy égszer maradhat, és továbbra is egy szerethető város maradhat. És, 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 ennyi, egy, egy normális vezetés, egy emberközpontú vezetés, ami a cél. A kutyapárt egri polgármester jelöltjét látták a kedves nézők, Domán Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, jön a híradó, és aztán meg az egyenes beszéd, várom vissza.